Imádkozzunk, testvérek! Örökkévaló mennyi atyánk, köszönjük te neked ezt a mai délutánt, köszönjük az adventnek az időszakát, amiben beléptünk, köszönjük azt, hogy figyelmeztesz bennünket, hogy hogyan várunk téged vissza, kérünk téged, hogy áld meg most is Isten tiszteletünket, hogy tudjunk te rád figyelni, tudjuk várni a te érkezésedet, tudjunk készen lenni, és tudjuk hirdetni azt, hogy a te visszaérkezésedre minden embernek készen kell lennie. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik nincsenek közöttünk, a betegekért, a gyengékért, légy orvosuk és erősítőjük nékik. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük közösen a 67. számú énekünket. Várj ember szíve készen, 67. énekünket énekeljük. Kedves testvérek, olvassuk Istenünk igéjét Máté evangéliumának a harmadik részéből, az első 6 vers alapján. Tehát délutáni alapigénket Máté evangéliumának a harmadik rész első versétől kezdve olvasom. Fennállva hallgassuk ezeket az igéket. Az igolvasás után majd az énekkarnak kérem a szolgálatát.
Eljött az idő, amikor bemerítő János megjelent Júdea pusztájában, és ezt az üzenetet hirdette. Változtassátok meg gondolkodásotokat és életeteket, mert Isten királysága megérkezett. Őróla mondta ezt Ézsaiás próféta. Egy hang kiállt a pusztában. Készítsetek az örökkévaló útját, készítsetek számára egyenes utat. Bemerítő János teveszőrből készült ruhát viselt, a derekán bőrrövvel, és sáskát meg vadmézet evett. Sokan jöttek hozzá Jeruzsálemből, egész Júdeából és a Jordán környékéről, hogy hallgassák. Miután megvallották bűneiket, János bemerítette őket a Jordán folyóba. Idáig a felolvasott ige, Isten áldása legyen rajta, foglaljunk helyet és az énekkarnak a szolgálatát hallgatjuk meg. Eset hallgatunk meg Kelédiné Gál Damarisztól, majd pedig közösen fogunk énekelni, testvérek. Testvérek, énekeljünk akkor egy éneket. 315. énekünket énekeljük. Hadd menjek, Istenem, mindig feléd. 315. számú énekünket énekeljük el.
verset hallgatunk akkor meg. Antal Ferenc, várakozás. Nyugtalanító érzés ez a várakozás, egész bensőm remeg bele. Valóan elindult-e, útban van-e, akinek meg kell érkeznie? Nem lesz-e akadály az úton, s ha lesz, leküzdi-e? Vagy pedig útkereszteződéseknél kell megállásra kényszerülnie? Lesz-e eredménye a munkának? Ezt is ki kell várni. S az eredmény vajon mit eredményez? Mikor fogok megszabadulni? Mikor mondják ki a döntő végzést? Szabad vagy, meggyógyultál, de vigyázz, szól az intő szó. Nehogy beleessél ismét a bajba. Uram, adj erőt a várakozásra. Te látod türelmem, mi ingatag. Gyógyítsd meg bennem, ne csak a testem, de lelkemben is legyek erős és szabad. A próbáidért, szabadon zenkessem hálaimám a próbáidért is, a hitért is, amit szívembe csepegtettél már rég. S most kifejezheti lelkemnek hálaszavait. Köszönöm, hogy a várakozásra is te adsz erőt bőven nekem, hogy leggyengébb gyermekeidet átöleli újra a legdrágább áldás, a kegyelem. Még egy verset hallgassunk meg, testvérek, Mohácsi Ádám szolgálatában. Várod-e őt? Várod-e őt, aki nagyon szeret téged, ki megszánt és elhagyta a mennyet érted? Szelíd szeme előtt kedves volt személyed, mert ő akart lenni megváltód s vezéred. Várod-e őt, ki te érted elvérzett, megbocsátó szívvel ő feléd is nézett? Számodra a mennyből bocsánatot hozott, mikor a kereszten érted imádkozott. Várod-e királyod, aki föltámadott, az atya jobbjára el is ragadtatott? Helyet készít neked, esedezve érted, és az atya előtt hűen megval téged. Várod-e őt, hidd el méltó rá, hogy várjad, hogy a szíved lelked előtte kitárjad, hogy megtérve borulj átszegzett kezére, s szemrebbenés nélkül nézz jövetelére. Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Jancsika egy nagyon aranyos kisfiú, szülei elhordják az imaházba, és a gyerekmegőrzős terembe, ahogyan hasra tud fordulni, rögtön elkezd kisautózni.
Ugye nagyon jó a kis autózás, egy baj van, hogy a finom puha szőnyegén a autó apró kerékek azok megakadnak. Tehát amikor Jancsik már ezt észreveszi, hogy az autó az nem úgy gurul, ugye, ahogy a nő szeretné, akkor elkezd gondolkodni rajta, és rájön arra, hogy a könyv a sok mindenre jó, utat lehet belőle építeni. És milyen jó, lesz rögtön út is az autó alatt. Aztán később, mikor már Jancsika eljut odáig, hogy egyedül legyen, akkor a tejbegrészt is megtanulja szépen elsimítani a tetejét, még később a kertben biciklivel is kijelöli, hogy hol kell menni és hol nem szabad menni, majd egészen felnőve már nem Jancsika, hanem János közútépítő lesz, és építi az utakat. Hogyan lehet Jancsika, hogyan lesz Jancsika útépítő? Nem az a kérdés, hogy hogyan lett, mert az talán egyszerű volna, folyamatos, ugye? Hát már kisgyerekként az utat építette. Hanem hogyan lesz már felnőttként valaki útépítő? Felolvasott igényben, ugye Bemerítő Jánosról olvastunk. Bemerítő János, aki útépítő. Akkor olvassuk Jánosra ezt a feljegyzést, akkor kicsit láthatjuk annak is János, aki talán nem a legkedvesebb természetű és helyzetű ember a Szentírásban. Kint lakik a pusztában. Az akkori öltözködési lehetőségek között is nem a divatkövetés jellemzi, nem az, hogy a társadalomnak megfeleljen, teveször ruhát visel, bőrövvel köti át magát, a pusztában eszik, sáskát eszik, ami az akkori zsidó törvények szerint amúgy teljesen normális és ehető élőlény, tiszta táplálék. De hát azért kilóg a sorból. Olyannyira kilóg a sorból, hogy a Szentírás is azt jegyzi meg róla, hogy kim van a pusztában, és az emberek kimennek hozzá. Nem bent él a többiekkel, nem bent a városban, hanem kinn a pusztában. És igehirdetése is nagyon egyszerű, rövid is talán, itt a feljegyzett ige alapján, megtérésre hív. Amikor olvasom ezeket az igéket, nekem akarva, akaratlanul Jónásnak a prédikáció jut eszembe. Tömören, velősen megfogalmazva. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, olvassuk a közismertebb újfordításban. Nagyon rövid. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Fordítás, amit most olvastam, ugye így szól János prédikációja. Változtassátok meg gondolkodásotokat és az életeteket, mert Isten királysága megérkezett. János az ő szolgálatában egyrészt ugye megtérésre hív. Vagy az újfordítás mondja, hogy térjetek meg, ez szerint változtassátok meg gondolkodásotokat és életeteket, a kettő ugyanarról szól. A megtérés hosszabban, bővebben kibontva, így lehet megtenni, hogy megváltoztatni a gondolkodásunkat, Istenhez igazítani azt, és a megváltozott gondolkodás alapján az életünket is, a cselekedeteinket is változtatásra bírni. Pál apostol a római levélben szintén erre hívja az újszövetségi gyülekezetet, amikor így ír nekik: ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz. Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg. Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar, ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek. Tehát ugye változásra hív
bemerítő. János változásra hívja ott Jeruzsálem, Júda népét. És amikor a reformáció évét ünnepeltük, és emlékeztünk a reformáció 500. évfordulójára, aki kis szójátékkal élve szeretném, hogy az Isten az megformázta az embert, ezt hassuk a Szentírásba. Aztán utána lehet úgy fogalmazni tovább a Szentírás által lejegyzett eseményektől, az ember az deformálódott, és aztán az embernek van lehetősége reformálódni, ami azt jelenti, hogy az eltorzulásból visszaformálódni arra az eredeti állapotra, amiben az Isten teremtette. Amikor megtérésre hív János, bemerítő János, akkor ilyen reformációra hívja az embereket ott Júdea pusztájában. Ahogyan Pál apostol később mondja a római gyülekezetnek, akik nagy részt zsidók voltak, Júdeából elszármazott zsidók, tehát nagyon hasonló háttérből érkező célközönségnek szól mindkét ige, és kicsit az apostolnak a szavait széjjel bontva. Egyrészt azt mondja, hogy az embernek az életében akarva akaratlanul van igazodás. Azt mondják az emberről, hogy a nyájszellem hajtja, igazodik a többihez. Amikor bemerült János megtérésre hív, amikor Pál apostol megtérésre hív, akkor azt mondja, hogy ne igazodjatok a jelenlegi istentelen világhoz, annak a dolgaihoz, annak a divatjaihoz. Tehát az igazodásunkat át kell változtatni először. Folytatja ezt, hogy ez úgy lehetséges, hogy az ember életében kell, hogy legyen megújulás. Ha megújul az ember, akkor ez a rossz igazodás, ez felszámolható az életében, létrejön benne a változás, a megtérés, és ezzel azt mondja az apostol, hogy képes az ember utána megérteni, hogy mit akar az Isten, mi a neki tetsző, mi a tökéletes dolgok, és ezzel zárja a felhívását, hogy ezekre igyekezzen az ember. Igyekezni. Azt mondja az a bemerítő János, hogy térjetek meg felszámolni a rossz igazodást, legyen az bármihez is kötődés, legyen az a rossz emberi törvényekhez való kötődés, a rossz kulturális örökséghez való kötődés. Ha az rossz, akkor azt az igazodást föl kell számolni az embernek az életébe. Kell megújulás, kell megtérés, változás az életébe, hogy képes legyen az Istenhez igazodni. És mindezt János azzal indokolja, mert hogy megérkezett az Isten királysága. Megérkezett. Milyen drasztikus Jánosnak az indoklása. Azt mondja, hogy itt van az Isten királysága. Tudjuk jól azt a körülményt, amikor János ugye szolgál, hogy Izraelben nincs önálló királyság, Jeruzsálemben a negyedes fejedelem egy edomita származású ember, és János kint a pusztába talán valamint Jeruzsálem rálátásából azt meri mondani, hogy itt van az Istennek a királysága, az megérkezett, a legnagyobb, ugye? Nem, hogy a király, meg a királyság, Istennek a királysága megérkezett. Hogyan láthatnánk vendégül az Istent, ha itt van az ő királyságával? Ha itt van a kapuban. János szinte mondhatná, hogy kint van a pusztában, ugye János, Jeruzsálemből mennek hozzá ki az emberek. Azt mondja, hogy itt van az Isten királysága, akkor mi volna a legtörvényszerűbb dolog? Hát bevinni a városba, bevinni Jeruzsálembe. Hogyan lehetne bevinni Isten királyságát a Jeruzsálembe? Hogyan lehetne vendégül látni azt, aki megtestesíti a földön Istennek a királyságát? És akkor csak egy zárójeles, ugye bibliai történet, hogyan lehet vendégül látni azt, aki megtestesíti Istennek a királyságát itt a földön? Ugye van egy kistermetű ember, a vámszedő Zákeus, fölmászik a fára, hogy lásson,
hogyan lesz abból az Isten királyságának megtestesítőjének a vendéglátása? Hát egy Jézus ugye észreveszi. De amikor az Isten királyságára azt mondjuk, hogy megérkezett, akkor láthatjuk róla azt, hogy az Isten királyság az nem csukott szemmel érkezett meg. Az nagyon jól látja az embernek a helyzetét. Látja fönn a fán, vagy bárhol máshol. Aztán látunk azt, hogy a megérkező Jézus, Isten királyságának megtestesítője a Földön, megszólítja az embert. Azt mondja, hogy nálad kell vacsorálnom. És akkor mi van ebben a mondom benne Zákeusnak? Gyere le a fáról, ugye, és térj meg. Hárítsd el az akadályokat. Fönn vagy a fán, amíg Zákeus fönn van a fán, addig Jézus nem tud bemenni Zákeus házába. Addig nem tud vele vacsorálni, nem tud nála vendégségbe lenni. Ha Zákeus kapcsolatba akar lépni Jézussal, akkor az akadályokat el kell hárítani az útról. Bocsánat, de Jézus nem fog elmászni hozzá a fára. Gyere le a fáról, indulj el a megtérésnek az útján. Aztán majd fizesd vissza, amit jogtalanul elvettél, bánd meg a bűneidet, és kövess engem. Így lehet az Isten királyságához közel kerülni. Amikor Krisztus várás, ugye adventi időszak az életünkben, és még véletlenül sem ugye karácsony várás az advent, akkor azt mondjuk, hogy várjuk, Krisztus várásban élünk, miközben János azt írja, hogy itt van az Istennek a királysága. És persze értjük ennek a kettőségnek a helyzetét, mert Jézus földi működésében akkor már nagyon is aktuális, amit mond János, hogy itt van, hiszen ott van Jézus ebben a teremtett világban, a földre született, felnevelkedett, készen el a szolgálatára, amit látunk majd később, hogy el is kezd. És tényleg itt, ott van Krisztus abban a szituációban. De ha magunkra nézzük a saját adventünkre, akkor mennyire formálja át a mi adventi gondolkodásunkat csak ez a egy igei mondat, hogy megérkezett az Istennek a királysága. Hogy nem úgy kell várnunk az adventet, hogy persze azt mondjuk, hogy visszajön Krisztus, mint király, ítélni élőket és holtakat, de amíg nem érkezik vissza, addig nincs itt, mondhatnánk. Végül azt mondja, hogy itt van. Krisztus hatalmában, működésében, itt van a Földön. Az Isten királysága, az ő szent lelke által, akit melyikért, hogy elküld, mikor ő eltávozott, itt van a Földön. Az adventünket nem élhetjük csak úgy, hogy majd visszajön a király, aki majd akkor uralkodni fog. Az adventünket úgy gondolom, hogy úgy kell élni a következő három hetünket, meg a mindennapjainkat, hogy az Isten királysága az itt van. Van hatalma, van uralkodói státusza, van hatása az életemre, és kell, hogy hatása legyen az életemre. Ha itt van, ugye, testvérek, az Istennek a királysága, akkor mit tehetünk? Ugye elsőként, ugye hát, hogy tartja a közönes, hogy mindenki a saját házatáján sepregessen. Tehát valamit rendezni kell az életünkben. Amikor vizsgai időszak elérkezik az iskolába, és látom a hallgatókat, akkor látok különböző típusokat, a hallgatókat. Van, aki bejön vizsgázni, már nem hoz magával csak tollat, papírt, a könyv már nem kell, hiszen hetekig előre készült a vizsgára, és megtanulta, amit meg kell. Van a másik fajta hallgató, aki az utolsó pillanatban is, még a folyóson is, a tanteremben is, még olvassa a jegyzetet, és próbálja megnézni, hogy mi az az utolsó információ, ami szükséges. Én e tekintetben talán egyszerű gyakorlatilag ember vagyok, de azt szoktam gondolni és mondani, hogy a megszerzett tudás az mindig megszerzett tudás marad. Ha valaki heteken át készült rá, begyűjtötte az információt, megszerezte, vagy az utolsó pillanatban, de még föllapozza, és kiolvassa a jegyzetből, ami kérdés lesz, ha tud rá válaszolni, ha övé a megszerzett tudás, meg az utolsó pillanatban is övé
az a megszerzett tudás, és számot tud vele adni. Tehát ha itt van az Istennek a királysága, a megtérés, az az utolsó pillanatban is megtérés az ember számára. És azt mondjuk, hogy itt van az Istennek a királysága, a király előttünk áll, akkor nekünk az utolsó pillanat az, hogy most lehet valamit ugye tenni. Most van az utolsó pillanat. Egészen másképpen, ugye, mint a latornak a kereszten, de a megtérés pillanat, az utolsó pillanatban ott volt, az egyik megragadta, a másik nem. Aztán egy másik, hogy mit tehetünk, ha itt van az Istennek a királysága. Ugye Jánost egy proféciának az igéjével azonosítják, és az ő szolgálatát, ami arra hív fel, hogy utat készítsen az ember. Ha már van út, akkor azt tudjuk, hogy ami van, az karban kell tartani. Mert ha összegyűrődik, ha kikátyosodik, akkor az megint nem lesz jó. Az apostol, Pál apostol, hogyha visszatérünk római levélben, ugye elmondja a megtérésnek a menetét, hogy hagyjuk el, változzunk meg, és utána azt mondja, hogy ha már megértjük, hogy mi az Isten akarata, ami jó, ami neki tetsző, akkor erre igyekezzünk. Tehát az ember az a megfordulással, az Isten felé való fordulással nem célba érkezik, hanem csak jó irányba áll be. Utána még további, a jó irányba további lépések szükségesek. És azt mondja az apostol, hogy erre igyekezzünk. Hogyha jó irányba álltunk, akkor arra haladjunk tovább, akkor azt az utat gondozzuk, és azon járjunk. Jánost úgy azonosítják az evangélisták, többen is, hogy Ézsaiás prófétát idézik, proféta könyvének a 40. fejezetéből olvassuk ezeket a igéket. Halljátok meg a kiáltónak szavát. Készítsetek utat az örökkévalónak a pusztaságban. Egyengessétek Istenünk útját a kietlenben. Töltsétek föl mind a völgyeket. A hegyek és dombok legyenek rónává, ami tekervényes legyen egyenessé, ami göröngyös legyen simává. Akkor megjelenik az örökké való dicsősége, és minden halandó látni fogja, kivétel nélkül mindannyian, az örökké való maga mondta ezt. Változtatni azon az úton. Az útkészítő munkának, ugye mondhatnánk, hogy vannak bizonyos lelki vonatkozásai. Azt mondja Izaiás prófétánál a kiáltó hang, akit Jánosként azonosítanak az evangéliumok, hogy hát el kell planírozni azt a pusztaságot, a kietlenséget, a kimagasló dolgokat, lelki értelemben, bocsánat, az égbe kiáltó bűnöket le kéne simítani. Azt mondja, a mélységet hozzuk fel, mint az ember lelkében leginkább eltemetne, csak nincsen mit rárakni, azt is rendezni kéne. Azt mondja, hogy ami göröngyös, ami tekervényes, azokat ki kell egyenesíteni. Hogy mennyi olyan dolog lett az embernek az életében, ugye, ami göröngyös, tekervényes, ellentétje, ugye nem egyenes, már az Isten előtt. Nem tiszta az Isten előtt. Azt mondja a kiáltó hang, ugye, hogy azt ki kell egyenesíteni, mert csak az Istenhez az egyenes úton lehet eljutni, a tiszta úton lehet hozzá közeledni. Itt van bemerítő János abban a pusztában, kint kiállt, ugye, Ézsaiás próféta szavával, és érdekes az evangélistának a feljegyzése. Ugye azt mondja, hogy sokan jöttek hozzá Jeruzsálemből, egész Júdeából, a Jordán környékéről, hogy hallgassák. Miután megvallották bűneiket,
János bemerítette őket. De mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az Istennek a beszéde által. Van egy kiáltó hang, olyan céltalan a pusztában kiabálni. Talán nyomasztó is, amikor az ember a pusztában van egyedül kint. Amikor mezőn dolgoztam, és kint voltam egyedül, akkor az a csend, az, hogy szólna az ember bárkihez, de nincsen, az nyomasztó az ember számára. Van egy kiáltó hang a pusztában, és az Isten hangját kiáltja, az Isten üzenetét, ugye, azt meghallják. Az Istennek a kegyelme az, hogy szól, és az ő hangja az hallható, hitet ébreszt, és megtérésre hívja az embert. Az adventi időszakba. Ugye várakozunk, várjuk vissza Krisztust, közben azt mondja Bemrit János, hogy itt van. Kedves testvérek, halljuk meg azt a hangot, hogy miközben várunk, közben itt van Krisztusunk, és készítsük az életünket, hogy ami tekervényes, az mind legyen egyenes a mi életünkben. Amen. Énekeljünk közösen egy éneket, testvérek. Megtérésre hív az ének. Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe. 390. énekünk kezdődik a felhívással. A 390. énekünket énekeljük most.
Tehát, hogy testvérek, akkor a kis autó meg a kis út, hogy hogyan lesz útépítő a Jancsika, vagy már a János. Ugye csak úgy lehet útépítő, ha egyszer kiegyenlítette az életét Krisztus keresztjéhez, ha az itt földön megtapasztalható Isten királyságának a részese lett, Isten a részese lett, akkor azután pedig bátor bizonyságtevője és hirdetője a Krisztus evangéliumának, még az adventi időszakban is. Az egyik vers feltette a kérdést a költő részéről, hogy nem lesz-e akadály az úton, hogy Isten hozzám érkezzen. Milyen rossz, amikor akadályba ütközne. Tehát elképzelhetetlen számunkra, hogy várjuk, és akadályba ütközne. Előtte nincs akadály, azt tudjuk. De vagyunk mi elég tiszták hozzá, hogy megérkezzen hozzánk. Kedves testvérek, azt mondjuk, hogy advent van, mondjuk benne az adventben azt is, hogy ő itt van. Mikor most imádságra hajtjuk fejünket, akkor köszönjük azt, hogy ő itt van, velünk az adventi időszakban is, és kérjük, legyen segítségünkre, hogy a mi utunkat, amit egyenesítenünk kell, azt tudjuk egyenesíteni, hogy ne legyen benne gubanc és tisztátalanság az ő érkezésének napján. Hajtsuk meg, testvérek, a fejünket, és kinek szívében van imádság, imádkozzunk hangosan vagy halkan, a hangos imádságukra feleljünk közösen hangos ámennel majd. Amen. Szeretnék hálát adni, Úr Jézus, hogy mit nem mondtál le rólam, segíts, hogy készen válaszolok téged. Amen. 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 Megváltó Urunk, köszönjük te néked azt, hogy a te királyságod az itt van, hogy te már győzelmet arattál és uralkodsz. Te vagy az, aki vezeted ezt a világot. Köszönjük azt, hogy megismerhetünk téged. Köszönjük azt, hogy hallhatjuk a te hangodat, ami arra hív bennünket olykor, hogy járuljunk te eléd, hogy egyenesítsük ki életünk kusza dolgait, és tisztítsuk meg életünket. Kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy a hívó szavadra tudjunk válaszolni. A kereszten megmosott
életünket mindinkább tudjunk és igyekezzünk tisztán megőrizni a te visszaérkezésed alkalmára. Kérünk, hogy áld meg így életünket, adventünket most. Amen. Isten tisztünk végéhez közeledve szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kívánok áldott adventet és Krisztus követést az elkövetkezendő napokra, az életünkre. Befejező énekünk testvérek, de épp úgy igaz lesz, mint Jánosnak a szavára, minden szív, minden nép hald. 486. énekünk kezdődik-e szavakkal, de előtte a hirdetésekre fordítsuk még a figyelmünket, tehát a előttünk lévő alkalmakra. Jövő héten, kedden lesz legközelebb alkalmunk, amikor 4 órakor ima közösség lesz majd a gyülekezetünkben. Csütörtökön 3 órától délután a szépkorúak klubja lesz, délután 6 órától pedig biblia tanulmányozásra lesz majd lehetőségünk, az első korintusi levélnek a tanulmányozását folytatjuk majd. Pénteken 10 órától babamama klub lesz, 5 órától délután tini klub, este 7 órától pedig az ifjúságnak az alkalma lesz majd. Jövő vasárnap a szokott időpontokban találkoztatunk, 9 órától imóránk kezdődik, 9:30-tól a vasárnapi iskola, 10 órától a délelőtti istentisztelet, délután 5 órától pedig a csoportok délutánja nevű programjunk lesz. Testvérek, keresünk még és várunk még mindig testvérek közül önkénteseket, hogy a december 16-án, 17-én Maglóriosonban lévő adománygyűjtésbe segítkezzenek az alapítványunk számára, hogy az ott kapott adományokat, és nem csak 16-án, 17-én, még utána is fel tudjuk majd dolgozni, és a rászorulóknak ki tudjuk majd juttatni. Aki szeretne ebben a munkában részt venni, az keressen majd engem. December 17-én délután itt lesz helyben a karácsonyi fadíszítés, ajándékcsomagolás és a szaloncukorkészítésnek is helye lesz mégis lehetősége. Kedves testvérek, akkor befejező énekünket énekeljük, 486. énekünket, minden szív, minden nép hívez ének, fennállva énekeljük befejező énekünket. Thank you.
Végezetül pedig, ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, mennyi atyánk szeretete, és a Szentlélek el nem múló közössége legyen és maradjon meg mindnyájunkkal. Amen. Az Úr közel, jövel, Uram Jézus!